Folytatjuk is műsorunkat, mégpedig a kábítószer egyeztető fórum következő ülésével, amely pénteken lesz. Itt van velem Aradi Marcsi, a fórum elnöke. Szia, Marcsi! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Ugye a pénteken két részből áll majd ez az esemény. Kettőkor lesz egy zárt ülésetek, négykor pedig lesz egy nyilvános. Így van. A zárt ülés az nyilván nem véletlenül zárt ülés, de azért az eltelt időről is beszéljünk, és akkor a péntek mi indokolta, hogy újra összehívjátok a fórumot? Na most a fórumnak egy nyilvános eseménye lesz tulajdonképpen, nem pedig maga a tagoknak az ülése. Méghozzá azért, mert egy együttműködő partnert, a FIROSZT, a Fiatal Romák Országos Szövetségének az elnökét hívtuk meg, és vele készülünk egy olyan két részből álló pénteki napra, amiben szeretnénk egy újabb kapcsolódást elindítani. Ugye sokszor beszéltünk már így adáson belül is, mi ketten is arról, hogy egy óriási feladat van, amiben minden egyes lépés nagyon fontos, de mindegyik olyan kicsi. De akkor tudnak eredményesek lenni ezek a lépcsők, hogyha összefogásban valósulhat meg, és folytonossága van. Tehát, hogyha csak egy-egy valami történik annak, ugye nagyon kicsi lesz az eredménye. Azért szeretnénk, ha minden hónapban lenne egy fókuszesemény, és ennek most augusztusban ez a pénteki esemény lesz, utána következő hónapban, szeptemberben már lesz az odaforduló nap, ugye a kutyunap, amit a Kapocs Alacsony Küszöbű Ellátás szervez, szintén a KEF-fel együttműködve. Utána a szeptemberben lesz ez, utána októberben ezt kielemezzük, novemberben konferenciánk lesz, decemberben szervezetfejlesztés. Tehát minden hónapban megvan valami, amire fókuszálunk, de minden hónapnak van egy kiemelt eseménye. Az augusztusi eseményünk az jövő hét, vagyis hát ezen a héten pénteken, a 30-án pénteken lesz, és 2 órakor lesz a Mátra Honvéd kaszinó helyiségében, és oda várjuk a szakembereket, meg azokat az érintetteket, akik szeretnének ebben a zárt körű ülésben, a jó gyakorlatokban részt venni. Jó, kik a szakemberek, akiket vártok? Hát természetesen a KEF tagjai mindig minden körülmények között meg vannak hívva, tehát ez természetes, ők közülük is fognak jönni, de hívtunk más szervezetektől is, az ENNA-tól is, hívtunk egyházaktól is olyan lelkészeket, akik foglalkoznak drogprevencióval, vagy pedig már érintettekkel, és hívtunk a gyermekjóléti szolgálattól is embereket, tehát hogy próbáltunk minden részre oda nyúlni, és mindenhonnan behívni azokat az embereket, akik esetleg részt vennének ezen a találkozáson. Ez úgy fog működni, hogy a FIROSZT elnöke el fogja mondani, hogy milyen lehetőségek, kapcsolódási lehetőségek vannak az ő részükről. Másrésztről a drogprevenciónak kifejezetten a romák drogprevenciójával való részéről lesz egy szakmai értekezés, ami teljesen, nem teljesen más, de egy kicsit másabb, mint amit megszoktunk, hiszen más érzelmi skáláról van szó, más reakcióidőről van szó és egyebek. És utána, amikor ennek a szakmai ülésnek vége, és szusszantunk egyet, akkor 4 órától lesz Fodor Bálint és Karácsony Dávid vezetésével egy interaktív zenés estünk, ami kifejezetten gyerekeknek, felnőtteknek, bárkinek, aki eljön. És ez hol szól. Lesz már szintén ugyanott a kaszinóban, a Mátra Honvéd kaszinóban, pénteken 4 órakor. Ez nyilvános, ingyenes, bárkit szeretettel várunk. Ennek a közös zenélés, a közös együttműködésen kívül az lesz még a célja, tehát a feszültségoldáson, lazításon, kapcsolódáson kívül még az lesz a célja, hogy megtaláljuk azokat a kis fiatal tehetségeket, akik a zene útján lesznek megérinthetőek, és azon az úton tudunk majd tovább haladni velük. Mit remélsz ettől a zárt körüléstől, mert nyilván mindig van egy lépcsőfok, hogy egyel följebb kerüljetek a lehetőségek tárházába, illetőleg, hogy a fékezésébe, ennek a drog világnak a fékezésébe, ami országos jelenség. De nyilván van egy célja, hogy mindig tartjátok a fórumot. Most ettől mit vártok? Én konkrétan minden egyes alkalommal azt várom, hogy erősödnek azok a kapcsok, amik már így is elég erősek a KEF tagjai között is, hogy számíthatunk egyre másra, láthatjuk, hogy ki milyen feladatban van, látjuk, hogy folyamatos a kommunikáció, hogy mikor miben tudunk egymásnak segíteni, hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan tudunk embereket bevonni. Tehát ez nagyon fontos, a folyamatos kapcsolattartás. A másik, hogy mivel új embereket, új
arcokat is hoztunk be ebbe a rendszerbe, új szakembereket is, Debrecenből is fognak érkezni, Budapestről is érkeznek majd szakemberek. Azt gondolom, hogy tovább tudunk egy kicsit terjeszkedni, és szemléletben is meglátunk más kefeknek a működéséből olyan jó gyakorlatokat, amit lehet, hogy mi is tudunk majd használni. És akkor most beszéljünk arról a részéről a történetnek, ami az elmúlt időszaknak, meg a mai napnak a jelensége, hogy te, mint elnök, hogy látod a fejlődését, az ívét ennek a fórumnak, mert hogy jó pár alkalommal üléseztetek már, meg most már több szakembert is megismersz, meg közelebb engedted magadhoz a témát, nem népszerű feladat. És biztos, hogy most már látod valahol alakulni a molekulát, hogy látod? Egyre több olyan lehetőséget látok, amit tiszta szívvel tudok ajánlani, ami irányban tudunk embereket terelni. Ez azért fontos, mert amikor azt mondják, hogy például szombaton 4-3-kor oda küld, és akkor majd ott lesz valami azzal az emberrel, ez nem működik. Tehát, hogyha van köztem és egy másik ember között egy bizalmi kapcsolat, akkor az egy nagyon érzékeny dolog, amit nem szabad eljátszani azzal, hogy esetleg olyan helyre küldöm, amit nem tudok. De most már egy csomó olyan szempontunk és lehetőségünk van, ami valid, ami élő, és amire igazán lehet építeni és számítani. Az új honlapunkon keresztül, Facebook oldalunkon keresztül folyamatosan ezeket. Tehát akkor látod, határozottan ki tudod jelenteni, hogy látod az eredményességét. Őszintén azt tudom mondani, hogy akiben megvan a szikrája annak, hogy szeretne változni, annak meg tudjuk adni a lépcsőfokokat. És ezért ez nagyon fontos, hogy belássák, mert eznek beláthatatlan következményei vannak, igen, amit még nem is biztos, hogy tudnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Marcsi, eredményes ülésezést. Köszönöm. Aztán, hogyha interaktív lesz a délután, és még jó hangulatú is, ahhoz pedig akkor remélem, hogy sokan fognak csatlakozni. Én is bízom, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a ma esti figyelmet, legközelebb Gyöngyös Mával holnap várjuk Önöket, viszontlátásra.